Ma van a nyitó meccs a vadonatúj Fradi stadionban. A Ferencváros a Chelsea-vel játszik, de előtte még a magyar miniszterelnök és három Gripen vadászkép is köszönti az egybegyűlteket. Bár 22 ezresre tervezték a stadiont, mégsem fért be minden újságíró tévéstáb. Bátori Robert kollégámnak sikerült, a helyszínről jelentkezett. Mégsem volt elég hely a stadionban. Legalábbis furcsa mód, az RTL stábjának már nem jutott a 22 ezer néző befogadására alkalmas arénában. Egyébként az előzetesen kiszivárgott avatási ceremónia állami ünnepségeket is megszégyenít. Néhány perc múlva három Gripen vadászgép fog elrepülni a Fradi pálya ege fölött, és zöld-fehér csíkot fest az égre. A Honvédelmi Minisztérium szerint ez nem kerül senkinek egy fityingjébe sem. Az avatási ünnepségen pályára lép a kormányfő is. Orbán Viktor most nem focizni fog, hanem beszélni, mint ahogy Kubatov Gábor is, a Fradi elnöke és a Fidesz pártigazgatója. A jegyárak nem voltak olcsók a Chelsea elleni gála meccse. A legolcsóbb tiket 6300 forintba került. Ez a legolcsóbb jegy, és ez csak a B-közepes bérleteseknek szólt. A kanyarban 15-20 ezer forint, a középvonalnál meg 40 ezer forint a legolcsóbb jegy. A stadion egyébként csak nem 15 milliárd adóforintból épült meg. Az előzményekről mindjárt látják az összefoglalót. Parancsot teljesítek, ha azt mondják, forgathat, forgathat. Nem ment könnyen, de a Hír 24 stábja végül is forgathatott az új Fradi stadion átadásának főpróbáján 5 nappal ezelőtt. Hajrá, zöldek! Turisták, szurkolók is pózoltak a több tonnás vasmadár előtt. Tegnap viszont a főpolgármester is beállt a sorba, és rögtön át is adta a sast. Tarlós István amúgy foci drukker, amióta az eszét tudja, a Fradinak szorít. Legalábbis tegnap ezt mondta. És most a kettő. A kezet csuklóig, a kártyát meg többig kell nyomni. Néha megy, néha nem. Ez a Véna szkenner, vagyis minden Fradi B közepes rémálma. Az ultrák emiatt is bojkottálják a mai megnyitó meccset. A rendszer nem csak a néző tagsági kártyáját ellenőrzi, hanem a tenyere erezett mintáját is letapogatja. Ez most az egyik legjobb rendszer. 8/10 annyiba kerül, mint egy iriszkenner, kb. 20-30%-kal drágább, mint egy kártya alapú beléptető rendszer, tehát ahhoz képest egy Rolls-Royce-t adunk egy középkategóriás áron. Majálisi hangulat a stadion előtt. A hivatalos avató ünnepség előtt egy nappal még septében egy Fradi családi napot rendezett a klub vezetősége. Volt itt öreg fiúk meccs, csocsó meg minden, ami a jó hangulathoz kell. Hajrá, Ferencváros! A zöldfehérek stadionját rekordgyorsasággal húzták fel, 14 hónap alatt kész is lett, volt pénzre. Ugyan 1 milliárddal többe került, mint azt gondolták, de hát közpénzből épült, így nem volt ezzel gond. Összesen 14,7 milliárd adóforintba került. Háromszintes mélygarázs, fűthető pálya, fűthető kispad és meg annyi csúcsmodern megoldás. Nem spóroltak a kivitelezők. Összesen 22 ezer néző fér be a stadionba. A gond csak az, hogy a Fradinak átlagosan egy meccsére 3000-en mennek ki. Bátori Róbert, Hír 24.